Nem hitelre, hanem a bevételekre épül az ország 2018-as költségvetés tervezete, mondta a parlamenti felszólalásában Földi László. Erről is szó lesz a mai híradóban, és nézzük mindenről még. Megszépítették a Losonc István diákotthon és gyermekotthon kerítését. Két fesztivált is tartottak a hétvégén Cegléd-Bercelen. És 9 év után újra Cegléden mutatta be borait Lőrinc György. Ez itt a Híradó keddesta itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Nem hitelre, hanem a bevételekre épül az ország 2018-as költségvetés tervezete. A büdzsé tehát kiszámíthatóságot, biztonságot jelent, mondta parlamenti felszólalásában Földi László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője. Jövőre is segítik a munkahelyi teremtési beruházásokat, a családokat, nőnek a bérek és csökkennek a munkát terhelő adók, fogalmazott a képviselő. Gyarapodást és biztonságot garantál az ország 2018-as költségvetés tervezete, mondta felszólalásában Földi László. A honatja a parlamentben úgy fogalmazott, a kormány évek óta támogatja a családokat, valamint a munkához jutás esélyét. A minimálbér idén 15%-kal nőtt, jövőre további 8%-os emelkedés várható. Az állam, a kormány a mindenkori éves költségvetésben garantálja, biztosítja azokat a feltételeket, azokat az összegeket, amelyek a bérfejlesztéshez szükségesek. A szakmunkás minimálbére az idei 25% után 2018-ban újabb 12%-kal emelkedik, tette hozzá Földi László. A képviselő a településfejlesztésről is beszélt. Örömmel számolt be róla, hogy 2018-ban végre a Pest megyei régió is hozzájuthat azokhoz a nemzeti forrásokhoz, amelyek pótolhatják a Budapest közelsége miatt kieső uniós pályázati bevételeket. De 80 milliárd forintos támogatást biztosít Pest megyének, és ez időarányosan a következő évre tervezett költségvetés is tartalmazza. Természetesen igaz, hogy ez nem fedezi le mindazt a pénzhiányt, amit az Unióban meg tudtunk volna nyerni, de a kormány felelőssége és felelősségteljes gondolkodása pont abban van, hogy Pest megyét sem hagyja ki, Pest megyei polgárokat is igyekszik épp olyan helyzetbe hozni, mint más régiókban élő polgárokat, illetve vállalkozásokat. A képviselő emlékeztetett, uniós és hazai forrásból óvodák, iskolák, közintézmények, épületenergetikai korszerűsítései, csatornaberuházások kezdődtek és folytatódnak is az elkövetkező évben. Egyebek között Jászkarajenőn, Cegléden, Nagykőrösön, Törtelen, Újszilváson, Nyársapáton, Kocséron és Kőröstetétlenen. Megszépítették, kifestették a Losonc István diákotthon és gyermekotthon kerítését a Budapest Bank dolgozói. A pénzintézet már 15 éve tartja az úgynevezett törődés napját, így minden évben gyermekekkel foglalkozó intézménynek segítenek önként. Piros pólókban, piros festékekkel szorgoskodtak a Budapest Bank és a Losonc István diákotthon és gyermekotthon dolgozói. Az intézmény már kopott kerítése újulhatott meg a napokban. Ez egy önkéntes munka. Gyakorlatilag a dolgozóim önként vállalják, hogy szombaton eljövünk, és hát olyan egyszerű munkát, mint például kerítésfestés vagy ilyen parkrendezést megcsinálunk. Ezt úgy hívja a bank, hogy törődés napja, és ez egyébként hozzá is járul, alkalmanként 100 000 forinttal, ezt a hálózati egységeknek tavasszal vagy ősszel lehet megpályázniuk. A bank dolgozói évről évre új helyszínekre látogatnak el, ahol önkéntes munkájukkal megszépítik a környezetet. A legfontosabb szempont az, hogy gyerekek foglalkozó létesítményeket támogassanak. Az intézmény vezetője, Farkas Edit, nagy örömmel fogadta a jótékony kezdeményezést. A festésben részt vettek a diákotthon munkatársai is. Nagy megtiszteltetést ért bennünket ebben az évben, minket választottak, a mi iskolánkat, és örömmel vettük a kezdeményezésüket. Sok szeretettel vártuk őket, és öröm velük együtt dolgozni, amint láthatjátok, sokan jöttek el, kollégáink is, akik úgy gondolják, hogy nemes ügy mellé állnak. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a bank dolgozóinak és a bank igazgatójának, hogy ránk gondoltak.
A kitartó munka után a jól megérdemelt pihenés sem maradhatott el. A bográcsban már javában főtt a paprikás krumpli, melyet a festés után közösen elfogyasztottak. Bár még lesz munka a kerítéssel júniusban is, de a nagyját sikeresen megcsinálták. Párhuzamosan két fesztivált is tartottak a hétvégén Cegléd-Bercelen. A már évtizedek óta honos báránytánc mellett idén futóversenyre is várták az érdeklődőket. Sokan futócipőt húztak, több mint 100-an regisztráltak, fiatalok és idősebbek egyaránt. A sváb hagyományokon alapuló báránytánc mellett idén megrendezték az első futófesztivált is Cegléd-Bercelen. A jelentkezők 5 és 10 kilométeres távokban mérették meg magukat. A versenyre majd 150-en jelentkeztek. Ennek nem az a lényeg, hogy ki hányadik lesz, meg ki lesz az első, csak egy ilyen névleges dolog, hogy valaki, mert ők fogják komolyan venni, de a többieknek az a lényeg, hogy teljesítsék ezt a távot, és a saját határaikat túllépjék. A szervezők célja az volt, hogy megmutassák a sport értékeit és színt vigyenek a falu életébe. Mind a ketten sportolunk, és szeretnénk volna tenni a faluért valamit, hogy megmozdítsuk őket, ugyanis nem igazán van ilyen rendezvény, sem a környéken, sem a faluban, és egy alkalommal Ádámmal beszélgettünk arról, hogy mit csináljunk. Mint minden sporttevékenység előtt a bemelegítés itt is nagy hangsúlyt kapott, melyet Lőrinc Tamás olimpiai ezüstérmes birkózó vezényelt le. Miután mindenki rendesen átmozgatta magát, elrajtoltak a futók. Vigyázz! Rajt! A futófesztivál mellett pedig a több mint 10 éve honos báránytáncot is megtartották. Egy a két világháború közötti német hagyományt elevenítettek fel a berceli fiatalok. Aminek a lényege az volt, hogy a báránytáncot rendező fiatal fiúk és lányok, lambemastereknek hívták őket, egy kocsma udvarán májusfát állítottak, amire mindenféle színes szalagot, sörös üveget, persze teli sörös üveget, pereceket és egyéb díszeket tettek. Aki elég bátor és ügyes volt, az fölmászhatott az egyébként zsírral megkent fa oldalán. A májusfa tövében a bárányt kezükben tartó legényeket körbe táncolták, ezzel pedig kezdetét vette a nyár elejé mulatság. A rendezvényen főzőverseny is volt, a bográcsokban pörkölt rotyogott. A legfinomabb ételt elkészítő csapatok értékes ajándékokat kaptak. 9 év után újra Cegléden mutatta be borait az Egri borvidék egyik kiemelkedő borásza, Lőrinc György. A Szent Andrea pincészet vezetője arról is beszélt, miért fontos számára például az, hogy akkor és most is májusban, Szűz Mária hónapjában mutathatja be nedűit. Lőrinc György 9 évvel ezelőtt májusban volt az Imregi család vendége, hogy boresten mutassa be a Szent Andrea pincészet borait. Azóta fia, ifjabb Lőrinc György szintén borkészítésre adta a fejét. Hogy változott emiatt, hogy az eltelt évek miatt a pincészet kínálata, azt is megismerhették a mostani borest vendégei. És ha van köztünk és vannak köztünk olyanok, akik azonnal bizonyos boresten is ott voltak, majd a végén meg tudjuk állapítani, hogy mennyivel mások esetleg ezek a borok, volt-e ebben valamiféle stílusváltás, vagy hát mit üzennek úgymond a mai borok. Sok minden változott, és természetesen a borok stílusában is van változás. Ezt már a pincészet tulajdonosa mondta el, aki kiemelte, milyen különleges számára, hogy pont májusban, Szűz Mária hónapjában járhatott és járhat újra Cegléden. Én Máriás bortermelő vagyok, és ez volt kialakult az életemben, lépten jól érzem a gondviselő szeretetét, és a boraimon keresztül is egy picit próbálom ezt megjeleníteni. Az egerszalóki Szent Andrea szőlőbirtok borásza számára több mint 10 évvel ezelőtt lett fontos a hit. Akkor fedezte fel görög katolikus gyökereit, akkor lett templomba járó, a hitét gyakorló ember, aki szerint Istentől kapott hivatása, hogy minél szebb, karakteresebb borokat termeljen. Ezekből a borokból és az Imregi család által készített különleges ételekből kaphattak most ízelítőt a vendégek. A bizottsági ülésekkel elindult a csütörtöki testületi ülés döntéseinek előkészítése. A képviselők és a külsős tagok ma tárgyaltak több fontos döntésről, köztük beruházásokról, ingatlan értékesítésekről is. Rövid híreink következnek. Az önkormányzat gazdasági társaságainak 2016-os mérlegbeszámolói és az első negyedévről szóló beszámolók is most kerültek a bizottságok elé. De arról is tárgyaltak, hogy a két lehetséges cég közül melyik ajánlatot fogadják el a fürdőben épülő hullámmedencéhez való eszköz beszerzésénél.
Elindult az idei Kossuth Gokárd Kupa, a nyársapáti pályára újra csak több fordulóban várják a magukat megmérettetni vágyókat. A vasárnapi futam után június 18-án villanyfénnyel versenyezhetnek az indulók. A kupa sorozat augusztusban zárul. Ahogy a évek óta, úgy idén sem maradnak el a jutalmak. Kategóriánként az első három helyezett pezsgőt, kupát és érmet is átvehet. A versenyre személyesen lehet jelentkezni a nyársapáti Gokárd Parkban. Június 18-án, tehát villanyfényes utammal folytatódik a Kossuth Gokárd Kupa. Ez volt a Híradó kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este, akkor várom önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmüket!